Köszöntöm nézőnket, dr. Balatoly Júliával beszélgetünk egy csodaszép kerámia előtt, hogy mi is ez a kerámia, az hamarosan ki fog derülni, hiszen a nagykunsági kulturális napok megnyitója kapcsán egy kiállítás is nyílik. De azt kérte, hogy emögé a kerámia mellé álljunk. Miért pont ezt választotta? Azért, mert ez jellegzetes munkája Kovács Karolinának. Kovács Karolina ma az egyetlen Magyarországon, az egyetlen iparművész, aki a török kerámiából merít. Nem híven másolja, hanem onnan merít az észniki kerámia ihleti. És ez a motivum világ, amit itt látunk, ez egy korai észniki korszakból való minta, amit Karola nagyon szívesen használ, máshol is lát. Láttam, hogy visszaköszönnek más tárgyakon is. Egyébként ő szeret kipróbálni mindenféle stílust, úgyhogy a keleti kerámia különböző korszakait végigjárta, és ez szépen látszik az ő munkásságán. Nagyon érdekes dolog ez, és én nagyon-nagyon örültem, hogy lehetőség volt bemutatni az ő munkáit itt, mert olyan kevesen tudják, hogy a magyar népi kerámia is merített a török hagyományokból. És Karcag ilyen szempontból is egy érdekes hely, hiszen a reneszánsz, a magyar reneszánsz kerámiát megújító ifjú Szabó Mihály, ugye itt élt, ő volt az, aki a szolnoki várásatások anyagát Selmeci László és Berlont Tibor javaslatára felhasználta, áttanulmányozta, felhasználta, és tulajdonképpen ezáltal megújította, újraindította, újra gondolta a magyar reneszánsz kerámiát. Aztán volt még egy nagyon érdekes korszak, amikor ismét a török és a balkáni kerámia felé fordult a fazekasok figyelme, ez pedig a szecesszió idején történt. A szecesszió ugye szinte minden művészeti ágat megérintett, hogy is maradhatott volna ki a fazekasság, amelyik ugye állandóan új utakat keres, hiszen pont egy olyan jeles fazekas központban, mint Mezőtúr, hát ha nem is százával, de 50-es évvel éltek a fazekasok, és a megélhetésért mindenkinek küzdenie kellett. Nyilván mindig azt tudott fönnmaradni, aki valami újat tudott hozni. És így esett, hogy Badár Balázs, a mezőtúri Badár Balázs lelkét megérintette a szecesszió, és ebből a világból merített. Kunszentmártonban, ugyanebben az időben Kunszentmártonban Bozsik Kálmán volt az, aki ugyancsak a keleti kultúra felé fordult. Ez persze nem tetszett a néprajzkutatóknak, maga Györfi István 1939-ben rettenetes módon kikelt Badár Balázs ellen, hogy mégiscsak micsoda szörnyű dolog ez, hogy ecsettel fest, és ezáltal elterjeszt majd olyan hagyományokat, ami nem is igazán jellemző a magyar paraszti fazekasságra. De hát Badár Balázs jól döntött, túlélte az idő, és minden tiszteletünk az övé. Na most az, amit Karola képvisel, az szinte egyenes folytatása lehet, mondhatnánk, mert látjuk az ő Badár ihlette munkáit is, és Badár díjas is lett ráadásul, tehát az 5. Badár Balázs fazekas pályázaton nagy díjat nyert az itt látható munkájával, nagy tájával, tehát nagyon-nagyon különleges ő. De ugyanezt történik vele is, hogy keresi a saját hangját. Karol nem fazekas, ő iparművész. Tehát egy kicsit tágabb teret kaphat, egy kicsit jobban megengedhet magának dolgokat. Újra álmodhat, csavarhat mintákon, még azért a fazekas hagyományokhoz ragaszkodó mesterek nem engedhetik meg mindezeket maguknak. Tehát ő az, aki újra gondolja ezeket a dolgokat, és már úgy tudom, hogy már egyetemista korában megérintette az iszlám művészet, különösképp a török hagyományok, és ezért nyúlt ehhez. Nagyon érdekes ez az izniki kerámia. Először is ugye ez egy icipici kis városka, nyugat-anatóliai városka, amelyik a 16. században fazekas központ lett. A törökök ezt a stílust, ezt csinliknek mondják, ami arra utal, hogy Kínából jön ez a részben a technika, részben pedig a díszítő elemek. Tehát túlélt századokat. Érdekes, hogy 1586-ban harmadik Murád szultán egy hatalmas lakomát csapott, amin 1000 darab
izniki edényben terítettek. Erre a lakomára meghívott több európai ország követét is, és azt gondolom, hogy nem lehet véletlen, hogy éppen ezután lendült fel, ezután virágzott ki az izniki kerámia európai divatja. Tehát így jutott el végül is hozzánk is, és lám-lám századokon át máig él és éltetik ezt a hagyományt, aminek nagy tisztje lett, nagyon nagy becsülete lett, mert az elmúlt évben az UNESCO szellemi kulturális örökségének listájára került. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy a kacagi közönség is láthatja, és kívánom, hogy gyönyörködjön is benne minél többet. Igen, hiszen itt azért meghökkentő színeket is látunk, színösszeállításokat, mintákat, tehát a mi kacagiak azért inkább a kántor hagyományokhoz vagyunk szokva, de tényleg nagyon szépek, és tényleg szinte már csipke kinézete van egy-egy kerámiának. Igen, nagyon, nagyon különlegesek. Hát jó, hogy Kántort emlegeted, mert Kántor Sándor ugyanúgy kísérletező alkat volt, ugye ő a körei korszakában végig mintázta az Alföld és a Felvidék hagyományvilágát, és végül is ugye a Közép-Tisza vidék stílusának megújítása fűződik az ő áldásos munkájához. Tehát a hála Istennek, hogy minden valamire való mesterember és művészember mindig azon munkálkodik, hogy valami újat hozzon, és aztán nem híven másolják ők, sem Kántor, sem Karolla nem másolja ezeket a tárgyakat, hanem úgy megihleti, úgy átlényegül, átveszi azt, ami számára fontos lehet, és újra teremti ezt a világot. És hogy hogyan is teremti, arról mindjárt őt is megkérdezzük, köszönjük szépen. Örömmel, én köszönöm. Az előbb Balta Jutkától már hallottuk, hogy Kovács Karolina honnan ismerítette ezeket az ötleteket, de most vele beszélgetünk arról, hogy hogyan is csöppent bele be a fazekasságba. Mezőtúron azért nagy hagyományai vannak, és én úgy tudom Jutkától, hogy az ön családjában is hagyománya van ennek. Igen. Mindkét szülőm a fazekasságban dolgozik. Az édesapámnak szakmája, anyukám meg úgy belecsöppent, de 40 éve csinálja, úgyhogy tökéletesen tud mindent. Én meg körülbelül 16 éves korom óta csatlakoztam hozzájuk, úgyhogy így meg vagyunk fertőzve mindannyian. De gondolom, hogy azért a kísérletezgetés inkább az alapoktól indult, és akkor utána jöttek ezek a badár dolgok, meg a különböző keleti kultúrák iránti érdeklődés. Igen, hát ez úgy volt, hogy én érettségi után elmentem fazekas tanulónak. Elvégeztem a szakmunkásképző iskolát, ott Mezőtúron még volt fazekas oktatás, és így dolgoztam a szüleimnek a vállalkozásában, de hát ez elég kevésnek bizonyult. Úgy éreztem, hogy tovább kell tanulnom, és jelentkeztem az Iparművészeti Egyetemre. Kicsit későn, de hát jobb későn, mint soha, azt szokták mondani. Fel is vettek, és elvégeztem, 2006-ban diplomáztam, és azóta ugyanúgy a családi vállalkozásban, csak már egy kicsit más szemszögből nézem a dolgokat, és ezért már nem csak a népművészeti kerámiát csináljuk, mint annak idején az egyetem előtt, hanem más dolgokat is. Itt az előbb elhangzott, hogy iparművészként dolgozik, tehát egy picit szabadabb a keze, mint amikor tényleg kötöttek a motivumok. Hogyan alakult ki a vonzódás ezekhez a motivumokhoz, hiszen itt az előbb Balta Jutka mondta, hogy nem nagyon van ilyen, aki hasonló kerámiákat készít a környéken. Igen. Ez úgy alakult ki, hogy váltanunk kellett, mert körülbelül egy időben azzal, amikor én az egyetemre jártam, erősen gondolkoztunk a családban, hogy a népművészeti kerámiát valamivel fel kell váltani, mert egyszerűen már nem állja meg helyét a mai lakáskultúrában, akár mennyire szeretjük csinálni, ez már igazából idejét múlt dolog, és valami újba kellene belevágni, és gyakorlatilag hasonlóképpen, mint Badár Balázs, aki szintén erre kényszerült, hogy váltson, mi is így váltottunk, és abban az időben hallgattam az egyetemen az iszlám művészet történetet, és így alakult ki bennem sok könyvtározás, meg tanulás, és nagyon megtetszett. És tulajdonképpen először nem csak a török motivumokat, hanem mindenféle más keleti, iráni, marokkói motivumokat is nézegettem, gyűjtögettem, évekig csak gyűjtögettem, és utána ez így szépen letisztult. És melyikre a legbüszkébb az itt kiállított munkái közül, hiszen tudom, hogy több díja is van már, esetleg van egy díjazott terméke?
Konkrétan a díjazott termék nincs itt, de egy ugyanilyen, mint a fekete nagy tányér, ami kint van a falon, egy hozzá kapcsolódó vázával. Na, ezzel indultam 2005-ben a Badár díjért, és meg is nyertem, és az még mindig a szívem csücske, és ezért csinálom még a mai napig. Gondolom, hogy azért az újítás az megint a fejében van, tehát akkor megint valami kultúrát tanulmányoz, vagy ezeket szeretné egy picit variálni a meglévő tudásával. Igen, így van, ez egyelőre még nem futott ki bennem teljesen, ezt szeretném variálni új színekkel, esetleg új motivumokkal, de úgy gondolom, hogy még érdemes folytatni, meg érdemes egy kicsit rágódni még ezen a dolgon. És iparművészként csak a kerámiával foglalkozik, vagy azért esetleg mást is kipróbált? Kerámiával foglalkozom elsősorban. Nagyon szerettem volna grafikus lenni, de nem bánom, hogy nem vettek fel grafikusnak, jelentkeztem annak is. De igazából mégis a rajzokból, meg a rajztudásomból élek, csak éppen a kerámián. Reméljük, hogy akkor még nagyon sok szép tárlata lesz, és még sok díjat kívánunk önnek. Köszönöm szépen.